A mikrovállalkozások számára sokszor egy új számítógép beszerzése, vagy egy új a munkavégzéshez szükséges helység kialakítása is komoly gondot okoz. A Széchenyi terv ehhez kínál segítséget. A kiírási feltételeknek megfelelő vállalkozások vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt kaphatnak a fejlesztéseikhez, amelyek elősegítik a megerősödésüket. Az új Széchenyi terv egy másik pályázata a munkanélkülieknek segít. Támogatja vállalkozóvá válásukat, így önmagukat tudják foglalkoztatni. Valaki vagy rehabilitációs járadékban részesüljön, vagy legalább 3 hónapja regisztrált munkanélküli legyen. Ez az alapfeltétel, ami a kiinduló pontja, és ez alapján kell vállalnia, hogy önmaga foglalkoztatását vagy egyéni vállalkozóként, vagy újonnan induló társas vállalkozásban, vállalkozói tagként, illetve legalább 1 éve működő társas vállalkozásban, de nem mint alkalmazott, hanem mint a tulajdonosi kör tagja, illetve őstermelőként vállalja. Kocsis János Tamás most szeretne vállalkozóvá válni. Tájékozódni jött a Kereskedelmi és Iparkamarához. Én mezőgazdasággal szeretnék foglalkozni, illetve a fiatal gazda pályázat keretein belül szintén pályázni, amit most fognak várhatóan kiírni. És ezzel kapcsolatban szeretnék még a fiatal gazda pályázathoz tenni egy Széchenyi terves pályázatot is, már indulásképp. Az induló vállalkozások 6 hónapon keresztül a minimálbérnek megfelelő visszanemtérítendő támogatást, vagy legfeljebb 2 millió forint visszanemtérítendő tőkejuttatást igényelhetnek.